Háromdimenziós kép készül az országalmáról, ezt követően pedig több fehérvári nevezetességről is. A város egyik jelképét ma fotózták körbe egy különleges technikával. Egy kör kerületén 10 fokonként összesen 36 helyen állították fel a fényképezőgépet és készítettek felvételt. Az így elkészült állóképeket egy darab háromdimenziós forgatható képé alakítják majd. Így számítógépen keresztül a város honlapján bárki körüljárhatja majd a fehérvári országalmát. Ha minden jól megy és sikerül, bár voltak egy kisebb fennakadásaink a technikával, akkor körbe fogjuk tudni tekerni az országalmát. Tehát az a lényege, hogy mint egy objektnek hívják, egyébként objektfotográfiának, hogy az országalma egy 360 fokban körbe fog fordulni. Te beirányzod pontosan? A fotózáson a Nyugat-Magyarországi Egyetem geoinformatikai kara is segítkezett. Több tanár a hallgatókkal együtt állította be a fotókhoz szükséges magasságot. A háromdimenziós fénykép elkészültéhez nagy pontosságra van szükség, a milliméterek is számítanak. Egy nagyon érdekes geodézé feladat ez, hiszen az országalmak körül egy szabályos körön 10 fokonként helyeztünk el egy-egy pontot, az egy mérőállomás, és erre állítjuk föl először a műszerlábainkat, és arra tesszük rá a fényképezőgépet, és ezzel biztosítjuk, hogy az országalmától mindig ugyanolyan távolságra és ugyanolyan szögelfordulásra készülhessenek a képek. Az elkészült képeket kis idő múlva bárki megtekintheti majd a város honlapján, illetve annak alportáljain. A tervek szerint több fehérvári nevezetességről és a 7-7 játékmúzeumról is készülnek majd hasonló fotók.